Szeretettel üdvözöllek, Jós István, boldog karácsonyt kívánok sok szeretettel mindenkinek, és fura talán kicsit rendhagyó témám így a szeretet ünnepe alkalmából, az a fájdalom. A fájdalom. Én azt látom, ezt tanultam, ezt figyeltem meg, hogy a fájdalom az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb dolog, vagy érzés az életemben. Nyilván a szeretet is nagyon fontos, a lelkesedés, az imádat, a rajongás, de másrészt a fájdalom is borzasztó fontos, mert ahogy a lelkesedés mutatja, hogy merre van az irány, merre időszerű tovább menni, a fájdalom mindig azt mutatja, hogy hol vagyok én lekötve. Hol vannak olyan súlyok, amiket leraknom talán időszerű. Az a tapasztalatom, hogy csak fájdalomból tanulunk, és valahogy a másik megfigyelésem, hogy sokan szeretik így rejtegetni, próbálni a fájdalmukat. És talán ez most egy ilyen fura karácsonyi üzenet, hogy üdvözöljük azt. A fájdalom segít. A fájdalom pontosan rámutat arra, hogy hol van lehetőség fejlődjek. Nincsen tényleg fejlődés fájdalom nélkül, ezt tanultam. Ma reggel, ahogy ültem, reggelente így a terasz mellett ülök, és van egy ilyen nagy, többszárnyú üvegablak, és egy hatalmas koppanásra kaptam fel a fiam, és egészen távol, egy cinke volt a... Tényleg... Cinke volt a kövön, feküdt, lepattant, nagy sebességgel rohant az ablaknak, és így tényleg mozdulatlanul volt ott a terasz kövén, néztem is, hogy most akkor éle még egyáltalán, de látszott, hogy piheg, és percek teltek el, és aztán kicsit így összeszedte magát, a tápára állt, és további percek teltek el, és így hús elszállt. És hogy valahogy én a reményt látom ebben, hogy az élet így működik, hogy a fájdalmakból tanulni lehet. Olyan dolgokat, amiket időszerű megtanuljunk. Talán ez a cinke se repül majd konkrétan ennek az üvegablaknak neki a jövőben, mert megtanulta, hogy itt nincsen átjárás, ahogy ő menni szeretett volna, és úgy látom, hogy így általában is így működik az életünk, úgyhogy ezt a két ünnep közötti időszakot én nagy szeretettel ajánlom mindenkinek kicsit így elmélyedni a fájdalmainkba, mert a fájdalom mindig tévedést jelez, én ezt tanultam. A fájdalom mindig arról szól, hogy van valami, amit láthatnék másképp, amiben változhatnék én, és ha változnék, a fájdalom is múlna. A fájdalomnak mindig tanulságai vannak. Úgyhogy üdvözöljük a fájdalmat, tényleg ez fura szeretet ünnepén, de hogy ez az üzenet, hogy a fájdalom jó. Örülj annak, ha valami fáj, nézd mélyebben bele, és én egészen biztosan, tényleg biztos vagyok benne, egy-kettő, szinte garantálom, hogy valami értékes tanulságot találsz, ha csak ezt megteszed. Úgyhogy jó munkát mindenkinek. És hogy ugye hogyan néz az ember a fájdalmába, nekem az működött, hogy beszélek róla. Tehát, hogy tényleg egyszerűen beszélni kell róla, és hogy beszélek róla, tisztul nekem is az, hogy mi is ez, ahogy beszélek róla, meg tudok merítkezni mások elfogadó szeretetében, mert nyilván olyan helyzetben, közegben beszél az ember szívesen, ahol elfogadva érzi magát. Ahogy beszélek róla, és mások szeretetében megmerítkezem, gyakran mások még tapasztalatokkal is tudnak segíteni, hogy hasonló fájdalmuk nekik is volt. Úgyhogy ajánlom ezt a fájdalomba való belenézést olyan módon, hogy beszélünk róla. Ugye most ez a közösségünk mottója is egy ideje, hogy vetkőz bátrabban, hogy ez pont erről szól így. Megmutatni azokat a dolgokat, amik fájnak, és nekem ez több mint egy évtizede működik, mint önterápia is, hogy ott aztán mindig változás lesz, ott mindig talál az ember egy helyesebb nézőpontot, és tud változtatni az életén, ha csak sikerül foglalkozzék a fájdalmaival. Köszi a figyelmet, boldog karácsonyt, jó munkát mindenkinek!